na pálinkás, jó napot! Na szervusztok, székelyek, na szervusztok, magyarok és magyarul beszélők itt a Big Fish csatornán. Szeretettel üdvözöllek benneteket csodálatos napon. Na, egy jó témám van, ugye a munkahelyi szex. Há? Nem mindig a szex, hanem inkább arról szeretném beszélni, ugye, hogy tehát miért is vannak ugye munkahelyi afférok, és miért történnek olyan dolgok, hogy általában a munkahelyén ugye hát a provokáció az mindig megvan mindenfelől, nem csak a munkahelyén, ugyanúgy az utcán, a hobbinál, ahol edző, az ember edző terembe jár, vagy bárhova lovagolnia, mindenütt megvan a provokáció. De a munkahelyi provokáció az azért érdekes, hiszen időben szinte ugyanannyit vagy együtt, ébren, mint a társaddal. Most ezt miért mondom, az már 8 óra, ugye, és hazamentél 8 óra, majd fekszünk le. Ugye az alvást azt nem számoljuk, mert hát ott vagy, de hát passzívan vagy a társad mellett. Hogy miért veszélyesek ugye ezek a kapcsolatok? Azért, mert de minden kapcsolatban, házasságban vannak hegyek és völgyek. És hogyha valaki ezt ugye rafináltan kihasználja, azaz észreveszi, amikor egy hullámon ugye lefele csúszol, nagyon könnyen ki tudja használni, hiszen úgymond érzelmileg instabil vagy, és nagyon könnyen ilyenkor egy szép szó, egy kedves mozdulat felér mindennel, hogyha ugye otthon például háború van, vagy valami nem úgy megy. Tehát ugye ezt az okos emberek nagyon-nagyon jól tudják kezelni, de most az átlag emberek elcsúsznak ezen az érzelmi sikon, és az történik, hogy ilyenkor biza-biza nem tudják megtartani azt, amit meg szeretnének tartani, azaz a házasságban való tisztaságot, kapcsolatot, és nagyon könnyen el lehet csúszni az ilyenen. Éppen ezért tanácsolom nektek, hogy hát amikor ugye érzelmi instabilitás van, mindig az az én mottom, hogy ne feküdjél le haraggal. Ezt nagymamám is valamikor így mondta, hogy soha ne feküdj le haraggal. Hogyha nem fekszel le haraggal, akkor nem viszed át a másik napra, és ugye megoldódik ez a feszültség, és nem teszed ki magadnak ezt a lehetőséget, hogy érzelmileg instabil legyél, és úgymond védtelen legyél egy bizonyos támogatás, csalogatás. Ugye ez nagyon egyszerű, tehát ez amikor ugye otthon baj van, igazából lehet, hogy nem is olyan nagy a baj, értem, de nem veszik észre, hogy a új körem lakott van, és a kolléga az észreveszi. Értitek? Miért? Mert hát figyelj rá, és várja a pillanatot. És ilyenkor ugye az embert nagyon könnyen meg tudja dőlteni, vagy be tud a szívébe úgymond lopózkodni, és akkor az ember gondolkodik, hogy hát megtörtént. Na, ezt azért mondtam el, mert nemrég láttam egy ilyen lehetőséget, és tönkrement egy olyan család, ahol nagyon szép harmónia látszott kintről. És effektíve az a poén, hogy tehát ebből nem lett kapcsolat, nem lett semmi, ebből csak egy szex lett. És a szex az is azért lett, mert egy érzelmileg instabil pillanatban rabolt a rája, azaz támadt a farkas, és a bálránykát bizza-bizza elvitte bőröstől-szőröstől. De nem kellett neki csak csemegézni belőle, úgyhogy nagyon vigyázzatok erre! Na, legyen tanulság nektek ez a videó, puszi felhő, legyetek szeretve, szép napot, hiszen csodálatos napunk van megint.